Mint említettem, ugye korábban, tehát vagy statikusan kiosztanak nekem valamilyen IP paramétereket, és akkor azt én kell kézzel beállítsam, vagy pedig az történik, hogy DHCP szervertől kapom ezeket a paramétereket. Ez utóbbi esetben, említettem már az elején is, hogy túl bonyolítani, hála jó Istennek, nem kell egy jól bekonfigurált DHCP szerver esetén. Minden létező információt megkapok, és ebben az esetben tényleg csak annyival áll a hálózat bekonfigurálása Linuxos kliens oldalon, hogy azt kell mondani, hogy indítsuk el a megfelelő DHCP klienst, és mondjuk meg, hogy neki melyik hálózati interfészen kell a IP paramétereket lekérdezni. Tehát, mint mondtam, DH client LTA0. Félreértés ne essék, persze van olyan, hogy ennél azért többből áll az élet. Előfordulhatnak eléggé nyakatekert környezetben egyéb igények, azaz van olyan, hogy magát a DH clientet paraméterezni kell, vagy ami talán egy picit gyakoribb, DH clientek lehet különböző fázisában az interfész konfigurálási mechanizmusnak újabb és újabb műveletek végrehajtását bekonfigurálni. Tehát ad abszurdum, meg lehet mondani, hogy és amikor ott tart a hálózat konfigurálás, hogy akkor most csinálja ezt. Ha ezen a lépésen túljutott, akkor csinálja azt. És ha eljutott a legvégéig, akkor pedig még ezt is csinálja meg pluszba. Azaz például tipikusan nem vállalati környezetben, de megoldható akár az is, ilyen, mit tudom én, még erre sincs pénzünk, hogy egy rendes, normális internet hozzáférést vegyünk, hanem valami ilyen elég gagyi, de legalább jó drága forgalom alapú internet hozzáférés esetén azt mondjuk, hogy jó, hát akkor tudom én, óránként 5 percre fölmegyünk, amikor letelt a 5 perc, akkor lekapcsolunk. Amikor fölmegyünk és fölkonfigurálja a rendszer a hálózati interfészt, akkor kezdje azt, hogy most elkezdi kiküldeni az eddig összegyűjt leveleket. Majd miután kiküldte, akkor most gyorsan szedje is le a távoli, nem tudom, milyen levelező szervertől. Készen vagyunk, lekapcsol. Egy ilyen jellegű mechanizmust, ha kell, akár hozzá lehet építeni. Nem mondom, hogy ez a legjobb helye, vagy hogy tényleg feltétlenül így kell megoldani, meg pláne nem tekinthető ma már az a mindennapi igénynek, de megtehető, ezért aztán persze, hogyha valaki előveszi a DH client dokumentációt, akkor ott is riadta lehet tanulmányozni, hogy Jézus Mária 547 oldal, pedig igazából csak egy nyomoroncáté címet tudom jelenteni. Azaz, valószínűleg soha az életben nem fog többet jelenteni, mint ez az egy szerencsétlen itt fölírt parancs, de lehet, hogy az életnél bonyolultabban kell. Na most, ugye említettem, hogy egészen addig, ameddig fizikailag is és az IP címek beállítás alapján logikailag is ugyanabban a címtartományban, ugyanabban a hálózatban tartozunk, addig igazából túl sok gondunk nem lesz, a gépek egymással kommunikálni tudnak. Ellenben ugye az IP alapú hálózatok jellemzője, hogyha a előbb netmaskként emlegetett mechanizmus alapján az én gépem IP címe és a túloldal, akivel kommunikálni akarok, az ő IP címe nem ugyanabba a címtartományba tartozik, akkor gyakorlatilag útválasztó nélkül mondjuk úgy nem triviális az, hogy ez a két gép kommunikálja. Meg lehet csinálni, de általában a helyzet az, hogy normális, szabályos módon ezt úgy oldják meg, hogy a kettő közé oda raknak egy gateway-t, egy routerként funkcionáló fekete doboz. Ez a doboz egyébként lehet egy nagy nevű gyártó erre a célra legyártott, megtervezett, okosan összeépített sok milliárdos tétele, meg lehet egy Raspberry Pi 2 rádugott USB-s interfészsel, csak úgy legyen bekonfigurálva, tehát igazából nincs gond, addig, ameddig nem irgalmatlan nagy hálózati terhelésről van szó. A feladata ugyanis roppant egyszerű. Ha a dobozka az egyik interfészén kap egy olyan hálózati csomagot, amely ugyan a NEC cím alapján neki lett címezve, ezért kapta meg, de az IP cím alapján nem neki szolgál, nem neki szól, bocsánat. Ellenben a másik interfészén, vagy valamely másik interfészén keresztül ki tudja küldeni a címzetnek, akkor ő képes routerként funkcionálni, és bal kezéből jobb kezébe rakja a csomagot, és kitolja arra a hálózatra.
Nyilván ahhoz, hogy ez korrekten működjön, a túloldali hálózatnak is tudnia kell, hogy válaszolni neki úgy szintén ezen a dobozon keresztül kell. Ugye ezt hívják útválasztásnak, de most ezzel kapcsolatban én ugye egy hagyományos megközelítés alapján azt mondtam, hogy az útválasztás konfigurálását lehet statikusan és lehet dinamikusan megvalósítani. A dinamikusról szigorúan csak addig a szintig óhajtok beszélni, mint ami itt látszik, hogy pár parancs neve, illetve pár kicsit komplexebb szoftverrendszer neve szerepel, hogyha muszáj ebbe az irányba elindulod, akkor tudjál róla. A lényeg, az útválasztás esetén gyakorlatilag te, mint kliens, általában könnyű helyzetben vagy, mert neked van egy hálózati interfészed, abban az egy szám hálózati interfészben egy szám madzagló, azon a madzagon egy hálózatot érsz el, arról a hálózatról hát jobb esetben egy, rosszabb esetben két, három, négy kiállat van. Na most ebben az esetben neked ugye roppant egyszerűen annyi a dolgot, hogy megmondjad, hogy ezen a szerencsétlen interfészen keresztül kell kommunikálni. Ezt még egyébként mondani se kell. Nagyjából 15 éve a Linuxos routing táblázat, illetve a routing mechanizmus eleve úgy működik, hogy felkonfigurálsz egy interfészt, akkor ő úgy gondolja, hogy valószínűleg azért olyan IP címet adtál, mert azon az a hálózat elérhető. Tehát, hogyha ő felkonfigurálta a gépér az 1234 IP címet, mondjuk per 24-es netmaszkal, akkor a gép magától úgy fogja gondolni, hogy mindenki, aki 1-2-3 valami IP címmel rendelkezik, az ezen az interfészen keresztül érhető el, ezzel még konfigurálni se kell semmit. Ja, ezzel egyébként nagyon korai Linuxokban még ezt is különbe kellett állítani, de ez ma már nem jellemző. Na most, ha gépben két vagy három interfész van, akkor még mindig az van, hogy hát ugye ez normális esetben két-három hálózat felé kivezető interfész, tehát semmit nem kell vele csinálni. Nyilván akkor kell, hogyha valamelyik hálózaton, vagy esetleg több hálózaton keresztül is egyéb hálózatokat is el lehet érni, ebben az esetben kénytelen kelletlen neked valamiféle routingot kell konfigurálni. Na most, a dinamikus routing gyakorlatilag azon ritka alkalmakkor szükséges, amikor a hálózati topológia kurkokat tartalmaz. Magyarul könnyedén lehet találni két olyan módot, két olyan gépet, akik közül akár, vagy bocsánat, akik között akár két, vagy ne vagy úristen, több különböző irányba is mehet a hálózati forgalom. Tehát kicsit leegyszerűsítve, én ide hátulra minimum háromféle módon mehetek el, mert itt középen, ott is, meg ott is. Na most a statikus routing az az, hogy én így látom magam előtt a középső utat, és erre megyek. Valaki ide keresztbe rak egy széket, és én megállok, hogy hát sajnos nem tudok eljutni a végére. A dinamikus routing az az, hogy ilyenkor észreveszem, hogy ja, jobbra vagy balra is van út, és el lehet menni arra is. Legfeljebb, ugye normális esetben azért nem arra megyek, mert ez kétszer ekkora távolsággal hosszabb. Azaz a dinamikus routing esetén általában van valamiféle metrika, ami meghatározza, hogy miért erre jó menni, és miért nem arra. Régebben egyértelműen egy olyan metrikát használtak, hogy hány köztes állomáson kell keresztül menni. Ma már ennél jóval kifinomultabb metrikákat használnak. Na most ilyen esetben, hogyha az én saját gépem egy ilyen hálózatnak ilyen eléggé központi csomópontja, gyakorlatilag akkor kell a dinamikus útválasztással foglalkozni. Hát ebben az esetben nem lesz elég a szavjackója, igrisztója, akkor azért még egy-két málna pálinka is kell majd, hogyha a hálózati adminisztrátorról ezt le kell sakkozni, kezdve azzal, hogy és a mi routereink milyen routing protokollt beszélnek, melyiket preferálják, és azt, hogy konfiguráltad, és akkor itt az ember megkap 65 ezer paraméter, amit a megfelelő dinamikus routing szoftverbe be kell konfigurálni. Azaz, maradjunk annyiba, hogyha valaki eddig erről nem tudott, vagy csak ennyit, amennyit én most elmondtam, akkor ne akarjon ilyet csinálni, mert akkor abból valószínűleg rövid úton nem igazán jól működő dolog fog kisülni. Nyilván akinek ez feladata, hát az meg nem ebből a három percből fogja megtanulni. Úgyhogy tudjál róla, a Linuxból is lehet természetesen viszonylag korrekt routereket csinálni, és ez ügyben érdemes elindulni. De Linuxot általában, hát főleg ugye
ponti gépként, akár kliens, akár szerver, de semmiképpen sem hálózati átjárat jellemző üzemeltetni. Innentől kezdve téged sokkal inkább érdekel az, hogy na jó, akkor most, ha oda akarok menni, akkor erre kell menni, ha oda akarok menni, akkor arra kell menni. Na most, a statikus útválasztás lényege, hogy megmondom, hogy egy konkrét gépet akarok elérni, akkor merre kell a csomagunkkal indulni. Vagy akár azt mondom, hogy egy egész gép tartományt, technikailag IP cím osztályokkal, IP cím tartományokkal szokták megadni. Azaz mondhatom azt is, hogy a, nem tudom, hogy hívják ezt itt, portaszolgálatot, hát így a jelen pillanatban úgy tudom elérni, hogy itt kimegyek ezen az ajtón, és jobbra fordulok, és ott vagyok. Nem túl bonyolult. De igazából, ha azt mondom, hogy az épületre belülre akarok menni, akkor mehetek erre is, mehetek a hátsón is, mehetek a másik hátsón is, az, hogy merre, hogy van lezárva, azt most konkrétan nem tudom. De már is három különböző útválasztási lehetőségem van. És ha úgy tekintek, hogy itt sehol másod nincsen más irány, minden az előcsarokból nem tudok arra jutni, akkor ez bizony azt jelenti, hogy ha a jobb oldali részlegbe akarok menni, akkor arra kell, akik ott vannak, az, akik azzal a címtartományba tartozó címmel rendelkeznek, azokat azon az interfészen keresztül érem el. Akik abban az irányban vannak, azokat meg azon az interfészen keresztül érem el. Ezt kell gyakorlatilag statikusan beállítani. Na most, mint említettem, itt is ugyanúgy, mint az ifconfignál, van egy hagyományos forma, ő a root parancs, illetve van egy modernebb forma, ez az IP parancs, mit ad Isten root névrehallgató paraméterével. A root parancs, ugye, amivel a útválasztó táblát, vagy ahogy mondani szokták, a routing table-t konfigurálom, az viszonylag hasonló, nem túl bonyolult paraméterezésű, mint ahogy mondjuk az ifconfig volt. Root add, root delete, vagy root del. Mit mondtam, megcímezhetek egy konkrét gépet, ezt úgy hívják, hogy host routing, ez a második példában szereplő, ezt egy minusz host kulcs szó jelzi, és természetesen a konkrét elérendő gép IP címét, ritkábban nevét szokták paraméterként megadni. Megcímezhetek egy egész gépparkot, hivatalos neve, network routing, azaz hálózati rútolás. Ebben az esetben ezt a minusz net opcióval jelölöm, paraméterként természetesen az adott hálózat hálózati címét kell megadnom. Na most, mint többször elhangzott, egy IP cím esetén az, hogy abból az IP címből mennyi a hálózatot és mennyi a hostokat azonosító, arra a netmask paraméter megadása szolgál, azaz konkrétan a routing esetén is előfordulhat, hogy a minus net és network cím megadása mellett meg kell adni a minus, bocsánat, nem igaz, csak szimplán netmask és netmask értéket, ugyanúgy, ahogy egyébként ugye magában az ifconfigban is megadhattam, vagy meg kellett adni attól függően, milyen címre, milyen netmaskot akartam használni. Na most, abban az esetben, ha megmondtam, hogy kit akarok elérni, tehát egy konkrét gépet, host routing, vagy egy teljes címtartomány, network routing, akkor nyilván még egy dolgot kell megadni, hogy hol, hogyan tudom elérni az adott gépet, vagy az adott hálózat összes gépét. Azaz, meg kell mondanom, hogy például az adott hostot látszólag értelmetlen ugyan, de leszel szíves úgy címezni, hogy az ETH0 interfészen keresztül küldött ki. Ha valaki visszaemlékszik a korábbi példákra, az ETH interfész ETH0-ra 172.16-os tartománybeli címet állítottam, ez pedig egy 172.17-es hálózatbeli cím. Normális körülmények között kell egy router, hogy oda találjon. Előfordulhat, hogy a gép pontosan ugyanazon a napcagon lóg, pont ugyanabban a fizikai hálózatban van, mint amelyikbe én az ETH0-át bedugtam, csak éppen a logikai konfiguráció szerint ők nem látszódnak. Az egyik a 16-os, a másik a 17-es hálózatban van, ezért maguktól egymással nem tudnak beszélni.
Az itt látható formában én azt mondom meg, hogy noha egyébként az RTH interfész a 16-os tartományban mutat, azaz látszólag rajta keresztül nem lehetne ezt a gépet elérni, nyugodtan próbáld meg, hogy ezen az interfészen keresztül küldött ki, hidd el, meg fogod találni. Azaz gyakorlatilag az történik, hogy az előbb emelgetett ARP protokollal megpróbálja a hozzátartozó IP címet kinyerni a hálózatból, természetesen ugye a paraméternek megfelelően az ETH 0 interfész hálózatából. Ott pedig, ugyebár ez egy Ethernet broadcast, tehát ugye mindenféle címektől, címtartományoktól, egyebektől megkapja a gép, és szintén Ethernet alakú csomaggal válaszol, és akkor én vagyok. Következésképpen csak annyit mondtam meg neki, hogy noha szerinted nem kellene, hogy a 16-os hálózatban lógó interfészen küld ki a csomagot, küld ki nyugodtan, oda fog találni. Ahhoz, hogy valódi kommunikáció legyen, még egy lépés kell. Neki ugyanígy be kell konfigurálni egy hasonlót visszafele, mert nyilván az ő hálózati beállítása is olyanok, hogy ő úgy képzeli, hogy ezen az interfészen a 17-es hálózatot érje, én meg ugye 16-os vagyok. Ez az, amire mondtam, hogy fejem tetejére is állhatok, anélkül, hogy valamit nem macerálnék a dolgon, anélkül nem fognak tudni kommunikálni, hát ennyi volt a macera. Tehát önmagában persze nem túl bonyolult. Más kérdés, hogy normális körülmények között nem erre szokták használni, és sokkal inkább arról van szó, hogy hát a 172.11.1-es gépet úgy kell elérni, hogy küldjük át a 172.16.1.49-nek, akiről ugye tudom, hogy hol van, mert hát nekem is van ugye ebbe a címosztályba tartozó interfészem, tehát őt ugye direktbe elérem, ő megkapja és csinál vele, amit akar, akkor már esetben továbbítja. Na most, ilyesmi látszik a következő példában annál a bizonyos network route-nál, ahol is azt mondom tehát, hogy a teljes 172.18-as hálózatot, ugye a Metamask alapján ez a teljes hálózat, ezt úgy tudom elérni, hogy átküldöm a 172.16.1.254-es gateway-nek átjárónak. Abból kiindulva, hogy az ő IP címe az én saját IP címemhez tartozó címtartományban van, elvi szinten, direktben tudom, hogy ez azt jelenti, hogy ezt a bizonyos 1254-es gépet az RTH 0 interfészen keresztül meg tudom szólítani. Azaz, jobban megnézve két dolgot kellett megadni. Kinek küldöm, és merre küldöm. A merre küldöm, mint látható, akár olyat is lehet, hogy konkrétan megmondom, hogy melyik interfészen keresztül küldje ki. Ez ugye, mint mondtam, az, amikor fizikailag ugyanoda konfigurálják, csak logikailag konfigurálják szét. Illetve a gyakoribb, amikor megmondom, hogy a velem valamelyik interfészen keresztül elérhető ugyanabban a hálózatban tartozó Z gépnek kell tovább küldeni, majd az ő dolga megint megcsinálja a többit. Ez ugye a network route-nál látható példa, ahol ugye egy gateway gép nevét, esetleg IP címét kell megadni. Végül, mint említettem, háromféle beállítás szokott lenni. A legritkább valószínűleg ez a host routing, nem túl jellemző, hogy egyes konkrét gépek felé direkt routing beállítást szoktak kézzel megtenni, de előfordul. Valószínűleg ugye a leggyakrabban használt az a legelső, amit egyelőre átléptem, és a ritkábban használt ez a bizonyos network route. Na úgyhogy hát akkor a végére, mi az Isten ez a leggyakrabban használt? Ez az úgynevezett default route. Magyarul, ha semmit nem tudsz, akkor küld el erre. Azaz, jelen pillanatban ugye azt mondtam, hogy gateway-ként a 172.16.1.253-as gépet kell használni. Hát ugye a példákból azért jól látszik, hogy gateway vagy GV, host helyett minusz host, net helyett minusz net, de ellenben netmask. Tehát maga a szintaxis az sok mindennek nevezhető, de azért olyan tökéletesen logikusnak nem annyira, de többé-kevésbé elfogadható, hogy hova, default, host vagy network, és azt a bizonyos mindenkit adott címtartományt vagy adott gépet egy konkrét gépen keresztül, ekkor ugye ő a gateway, az átjáró,
vagy egy adott interfészen keresztül óhajtom elérni. Ez úgy utóbbi esetben pedig ugye dev valami formában mondom meg. Na most, természetszerűleg igény lehet a routing tábla bejegyzéseinek törlésére, teljesen megdöbbentő módon az add szócskát kell lecserélni arra, hogy del vagy delete, és minden egyéb paramétert ugye ugyanúgy megadni, tehát megint csak megmondom, hogy kinek küldöm és merre küldöm, ezzel fogom törölni. És nyilván a valószínűleg ennél sokkal-sokkal gyakoribb dolog, amikor látni szeretném, hogy pontosan hogy is néz ki ez a bizonyos útválasztó tábla. Na most erre a Linuxos világ egy huszáros vágással úgy döntött, hogy hát a root parancs mindenféle paraméter nélkül tökéletesen elegendő, és azt kell, hogy mondjam, hogy logikus is volt. Nem véletlenül írtam én ide a végére, hogy ellenben, akinek esetleg van szerencsétlensége nem csak Linux rendszerekkel, hanem egyéb Unix vagy Unix-like rendszerekkel is találkozni, akkor jól tudni róla, hogy Linuxon is működik, legfeljebb ott nem köl, más rendszereken viszont sajnos kénytelen vagy, egy netstart nevű parancsnak az R, azaz routing tábla lekérdezése című paraméterét használni ugyanerre a funkcióra. Nem mondom, hogy pontosan bitről bitre ugyanúgy néz ki, az más kérdés, hogy az anyagi tartalmának persze ugyanannak kell lenni ennek a két dolognak, ugyanúgy kell azt látni, hogy hát akkor, ha semmi nem talál, semmi jobb nincs, akkor arra kell küldeni, ha adott hálózat felé, akkor amarra, ha azt a gépet, akkor pedig amarra. Korlátja, hát tudtommal nem nagyon van annak, hogy mondjuk a routing tábla hány elemű. Nyilvánvalóan ez azon is múlik, hogy hány különböző útvonalat tudsz te egyértelműen megadni. Az esetek többségében tényleg arról van szó, én rálógok egy hálózatra, aminek egy szálnyomorult kijárata van, akkor nyilván root ad default, és el vagyok intézve. De természetesen elképzelhető, hogy hát sok különböző irányba, sok különböző úton módon lehet eljutni. Ugye itt ezzel a három példával egy eléggé vad felállású hálózatot konfiguráltam, ahol azt mondtam, hogy fogalmazunk így a nagy világ felé, az 1.253-as gép felé vezet az út. Van egy speciális, látszólag nem elérhető, mert a másik hálózatba tartozó, de fizikailag egyébként mégiscsak a mi hálózatunkban levő, a 17-es hálózatban levő gép, akit persze meg kell tudni szólítani, és hát egyébként van a 254-es gép, aki felé pedig el lehet érni a 18-as. Azt írtam, igen, a 18-as hálózatunkat. Nem mondom, hogy akár csak ennyit túl sűrűn fogsz beállítani, mondtam, az esetek többségében egy default gateway az általában bőven fedezi az igényeket, nyilván lehetnek komplexebb topológiák, amikor persze ennél tovább kell menni. Na most, még egy apróság, a netstat parancs kapcsán ott már szerepel, de akkor azért az itt az ideje, hogy elmondjam, sok, nem az összes, nem egyértelmű, de azért elég sok hálózattal kapcsolatos parancs úgy működik, hogy ő valamiféle IP információt kap, amely IP információt aztán megpróbál nevesíteni, és nem a gépek IP címét, hanem a gépekhez tartozó hálózati nevet fogja megjeleníteni. Ezek többségben nem okoznak problémát, noha egyértelműen plusz erőforrás igényük van, de általában nem látszódik, nem érzékelhető. Viszont elsősorban hálózatos hibakeresés esetén kifejezetten probléma szokott lenni, főleg amikor például pont a névfeloldás az, amelyik hibázik, hogy ha ezt a úgynevezett névfeloldást engedélyezed. Ezért aztán nagyon-nagyon sok olyan parancs van, amit a netstatnál is látható, minusz N opció hatására azt mondja, hogy jó, nem kérek névfeloldást, azaz, ahol IP címet kell kiírni, ott IP címet fogok kiírni, ahol hálózati címet, ott hálózati, de nem neveket. Ezzel leginkább mondom az ilyen névfeloldási problémák esetén könnyítem meg a saját életemet, természetesen nem mindig van rá szükség. És mint mondtam, sajnos nem is egyértelmű, hogy minden létező parancs ugyanígy működik. Általában ami hálózathoz kapcsolódó, amiben hálózati hibakeresés előfordulhat, ott van rá eszköz,
Tehát, ha hasraütésszerűen kéne választani, akkor én elsőnek nyilván a mínusz n-et választanám, mint talán a legsűrűbben előforduló dolog. Na most, lépjünk ugye tovább, mint említettem, az IP parancs a hagyományos statikus routing konfigurálás alapvető szerepét is átvette az IP route formában. Na most, hát ha jobban megnézzük, ugye root ad default gateway IP cím, hát ez majdnem ugyanaz, IP root ad default via IP cím. Aztán IP root ad IP cím dev eth 0, ez is viszonylag csekély mértékben tér el. IP root ad, ugyebár egy formátumból rá lehet jönni, ez már egy hálózatot megcímző routing tábla bejegyzés, ugye megint csak azzal a úgynevezett rövid formával, a network cím plusz ugye prefix length formában adom meg a netmaskot, tehát a 172.18-as hálózat elérése, a vája, és megadom ugye, megint csak annak a gateway gépnek az IP címét, amin keresztül el akarom érni. Na most IP route, vagy IP route show, vagy IP route list, ugyanúgy, mint ahogy az IP address kapcsán volt róla szó, és hát IP route del, ugye a törlése annak a konkrét routing tábla bejegyzésnek, amelyet ugye el akarsz távolítani. Azaz, megint csak, majd az előzőekben is, az, hogy te most root parancsal piszkálod, vagy IP route-tal piszkálod, azt nagyjából azt lehet mondani. Addig, ameddig ilyen alapszintű mechanizmusokat akarsz konfigurálni, addig nem probléma, nem lesz gond, egyikkel is piszkálhatod, másikkal is. Akkor lesz gond, amikor kénytelen vagy elővenni az IP parancsot, mert ennél bonyolultabb routingokat akarsz például konfigurálni. Ugye említettem itt azt a kitételt, hogy policy routing, vagy policy based routing, mintha Microsoft világban ez utóbbi egy picit talán ismertebb fogalom lenne. Lényege a hagyományos és az itteni példákban is szereplő útválasztás az egyszerűen azon a primitív elven zajlik, hogy én el akarom érni azt a gépet, neki van egy IP címe. Ekkor belekezdünk és földolgozzuk a routing táblát. Megnézzük, hogy van a routing táblának olyan eleme, amely deklaráltan erre a gépre vonatkozik. És akkor ez ugye vagy azt mondja, hogy egy adott interfészen keresztül, vagy egy adott konkrét gépen keresztül kell elérnem az adott gépet. Nincs ilyen host route. Akkor megnézzük, hogy van-e olyan routing tábla bejegyzés, ami az adott gép IP címéből adódó hálózatra vonatkozó routing tábla bejegyzés. Van ilyen? Akkor figyelembe vesszük ezt. Ilyen sincs. Jó, default route. Magyarul, nem tudom mennyire volt egyértelmű, a útválasztásban egyetlen paraméter játszott szerepet, az elérendő gép IP címe. Na most bizonyos kifinomultabb helyzetekben ezt nem tekintik a hálózatos szakemberek feltétlenül elfogadható elegendő beállításnak, és azt mondják, hogy micsoda dolog az, hogy? Hát miért nem vesszük például figyelembe azt, hogy milyen applikációnak a hálózati forgalmát akarom áttolni. Mondok rá egy talán észszerű példát. Ki milyen módon éri el az ő által a menedzselt távoli szervereket? RDP, VNC, SSH, Telnet? Van valami kifejezetten erre a célra szolgáló eszköz. Na most nyilván mindenki iszonyatosan boldog lenne, hogyha a hálózat úgy működne, hogy azért, mert a szerencsétlen kollega ma éppen három darab Ubuntu DVD-t tölt le párhuzamosan, ezért totál meg van halva a hálózat, és én még csak be se tudok jelentkezni arra a szerencsétlen szerverre, amivel a gond van.
annyira le van terelve a hálózat. De nem tudok mit csinálni, mert hát sajnos az IP cím, amit el akarok érni, az alapján a routingem engem erre továbbítaná. Milyen baromi jó lenne, hogyha azt mondanám, hogy van egy alternatív útvonal, de az alternatív útvonalat azt például csak akkor használjuk, ha mondjuk ezt a management protokollt használjuk, és teszem azt, azt mondom, hogy de ha RDP-n keresztüli forgalom zajlik, akkor ne az legyen érdekes, hogy mit akarsz elérni, hanem az elsődleges szempont az legyen, hogy te RDP-n keresztüli forgalmat akarsz. És ezek szerint ilyenkor egy másfajta szabály, vagy szabály halmaz legyen értelmezve. Ezért hívják policy routine-nak, vagy policy based routine-nak. És meg lehet csinálni mondjuk azt, hogy van két hálózati interfészem, az egyiken ugye gyengébb a hálózati teljesítmény, teszem azt, az csak 100 megás, míg ugye a normál interfészem gigabites. Ellenben, mivel ugye a 100 megás hálózatot a kutya nem használja, de ugyanúgy elérem rajta a menedzselendő szervert, nagyon kényelmes lenne azt beállítani. Na most ez azért volt így viszonylag béna példa, mert ha ő neki van a 100 megás hálón is elérhetősége, akkor neki ott van egy másik IP címe, innentől bőven elég lenne csak azt bekonfigurálni, hogy én arra az IP-re akarok rámenni, ami ezen a management hálózaton keresztül érhető el, nem kéne belekavarnom még az applikációs protokollt is. De a lényeg, lehet sok mindent belekonfigurálni a routingba, na most ilyen esetben már nem elegendő a statikus vagy akár a dinamikus routing, ebben az esetben előállnak, hogy hát az IP root parancsal, mindenféle rule-ok bekonfigurálásával és egyéb itt most nem tárgyalt eszközbe vetésével lehet sokkal-sokkal finomabban hangolni, hogy az adott konkrét csomag most merre is menjen a sok különböző lehetséges útvonal közül. Azaz, összefoglalva, hogy az eddigieket hálózatot ugye egyrészt lehet alacsony szinten konfigurálni, mi túl a letiátullal. Aztán ugye lehet őt a logikai szintű konfigurálásra konfigurálással életre lehelni, ugye tipikusan ifconfiggal, újabban az IP ad parancsal. Routingot is lehet állítani erre, szóval a root parancs, vagy használható az IP root parancs, de ezek ugye bár olyan esetben érdekesek, hogy egy, statikusak ezek a hálózati paraméterek, dinamikus esetben ugye DH klienst kell használni, illetve dinamikus routingot bekonfigurálni, kettő, és talán ez a leglényegesebb, ami eddig elmaradt. Ezeknek a beállításoknak van egy eléggé kellemetlen hibája. Ki az, aki tudja, vagy ne a gyűlisten rájött? Igen? Lekapcsolom, megszűnik. Azaz, ha én ugye így bekonfigurálom ezeket a hálózati paramétereket, az egy nagyon jó dolog, de egészen addig, ameddig ki nem kapcsol a gépet. Azaz bármilyen okokból a rendszert újra kell indítani, vagy indítja magát újra, ne menjünk bele. Ez, amit én itt gondosan órákon keresztül konfiguráltam, az elveszik. Eredménye, hogy sajnos itt nem lehet megállni, kénytelenek vagyunk kicsit folytatni és egy másik lépést is megmagyarázni. Előtte egy ténylegesen csak ilyen szintű mélységig ide dobtam egy szlájdot azzal, hogy noha ugyanabban maradtunk mi egymás között, hogy elsősorban inkább szerver és adminisztráció témaköréről kell, hogy szóljon az élet, de legalább utalás szintjén megemlíteném. Például hálózatinterfészként Wi-Fi-t óhajtaná használni, akkor mint mondtam, ugye a nagyon lényeges különbség az az, nem kell bedugni a kábelt. És nem ETH nullának, hanem WLAN nullának fogják nagy eséllyel hívni az interfész. Na most sajnos egyéb különbségek is vannak, az elsődleges különbség is, hogy itt is kell, vagy kellhet alacsony szintű paramétereket beállítani. Ebben az esetben ilyen IVV kezdetű nevű parancsokat kell keresgélni. Bizonyos terjesztésekben már ténylegesen van IVV nevű parancs, ami olyasmi, mint az IP, hogy egy alparancsa van, hogy hogyan folytasd. Másokban csak az itt felsoroltak, illetve ez hasonló nevű egyéb alkalmazások vannak,
az EV list, amivel lekérdezni lehet, az EV config, amivel megdöbbentő módon bekonfigurálni lehet a Wi-Fi interfészek, mondjuk úgy, hogy alacsony szintű jellemzőit. Na most, addig, ameddig a Wi-Fi hálózaton semmiféle védelem nincs, klasszikus nyílt Wi-Fi, se jelszó, se jó, addig gyakorlatilag ennyi kell, hogy az IV-konfiggal te bekonfiguráld ezt a bizonyos WLAN interfészt, a folytatásban már jöhet IF-config, azt készen vagyunk. Vagy IP, ilyen értelme tök mindegy. Ellenben abban az esetben, ha azon a hálózaton valamiféle biztonságosabb beállítással lehet csak kommunikálni, mondjuk úgy finoman én a webet nem sorolnám ide, de ebben az értelme ide tartozik, tehát akár webbel, akár VPA-val, akár VPA2-vel, akár valami ennél, ettől is eltérő egyéb mechanizmussal ott kódolás van, meg azonosítás, meg autentikát, ami jól esik, abban az esetben be kell egy kicsit rágnunk magunkat a VPA Supplicant névre hallgató eszköz lelki világába, ami egy szép jószág. Én annól megküzdöttem vele, mert amikor én másfél évvel ezelőtt úgy döntöttem, most végre megértem, hát akkor sok minden volt, de igazán jó doksi nem. Szerte szét voltak értelmezhető töredékek, meg különböző konfigurációk, amiket senki nem magyarázott el értelmezhetően. Ennek ellenére ma már azért azt lehet mondani, hogy viszonylag tisztességesen dokumentálva van. A lényeg a következő, azon túlmenően, hogy relatíve alacsony szinten fel kell konfigurálni az interfészt, ezt követően ezzel a VPA Supplicant nevű jószággal rá kell beszélni arra, hogy ezt a Wi-Fi titkosítást, azonosítást, autentikációt végrehajtsa. Ami egyébként nyilvánvalóan azt jelenti, hogy valahol valamilyen konfigurációban el kell neki mesélni, hogy na kérem, az ilyen SSID-jű, ilyen megcímű AP-hez a következő módon kéne csatlakozni, és ugye itt meg kell adni a csatlakozáshoz szükséges security paramétereket. Ami egyébként egy nagyon baráti tulajdonsága a VPA Supplicantnek, hogy totálisan eltakarja az esetek nagy részében a különbséget egy web, egy VPA, egy VPA 2-es hálózat között, mind a három esetben annyit mond, hogy kéne nekem az SSID, kéne nekem a jelszó, a többit én majd elintézem helyetted. Azaz ma már, ha nem is annyira barátságos, de VPA Supplicant viszonylag jó használható, elég stabilan működő eszköz. Ha ő sikerrel elintézi a kapcsolódást, akkor onnantól kezdve a WLAN interfészre, ugye megint csak az AP beállításának függvényében, vagy az ember ráengedi egy DH clientet, és ugye megkapja az IP címet, vagy kézzel IF konfigurál, vagy IP-vel bekonfigurálja a paramétereket, és már is lehet használni. Nyilván a routingot ugyanúgy nem szabad elfelejteni. Na most, hogy véletlenül se szegjen senkinek a kedvét, azt azért elárulom, hogy ezeken a desktopként használt masinákon egyes egyedül én voltam, aki a VPA Supplicanttel szórakozott, mert én ki akartam valamit próbálni, amit a desktop applikáció egész egyszerűen nem nyújtott. Ma ez egy tisztességesebb, tényleg desktopra tervezett Linux disztribúció esetén. Föl kell ismerni a Wi-Fi interfészt azonosító, ilyen tipikusan nagy hullámok vibrálnak jellegű ikont. Nagyjából három kattintással azt mondom, hogy bocs, nézzél körül, megadja, hogy milyen AP-k vannak a környezetben, őt szeretném használni, bocs, mi a jelszó, beírom. Kétszer leokézom, azt el van intézve, és az, hogy a háttérben most fut a VPA Supplicant, az a kutyát nem érdekel. Leginkább mondom, csak azért gondoltam, hogy nem árthatottok róla, mert nem jellemző ugyan, de azért előfordulhat. Mondjuk egy szervergépben valamiért Wi-Fi interfészt kell konfigurálni, ahol nyilván nem lesz agyhullámos ikon, tehát annyira azért nem triviális. Legalább esélyed legyen, hogy elinduljál vele. Na, szóval a kis kitérő után ugye a kollega elég egyértelműen rávilágított, amit eddig csináltunk, az azért jó, mert gép kikapcsol és megy a sülyeztőbe. Nem értem el semmit. Lássuk be, hogyha minden egyes használatnál úgy kéne, hogy és akkor kézzel ETH tool, IP other, IP neighbor, IP root, IP izé,
Na most, ha ez mondjuk a Windows-on is ugyanígy történt, akkor valószínűleg a Windows-t se használva senki a hálózatban, legfeljebb csak egy-két elletemült őrül, itt sem így működik a dolog, itt is meg lehet oldani, hogy a beállítások természetesen túléljék a rendszer újraindítást. Na most, némi nagyvonalú áttekintés, a Debian, illetve Ubuntu alapú rendszerekben az összes hálózati interfész jellemzőjét az egyszerűség kedvére egyetlen szöveges párba csűrték be, LTC-ben Network and Interfaces. Ellenben a Red Hat, illetve a SUSE alapú rendszerek kicsit kifinomultabbak, azt mondták, hogy ahány interfész, annyi saját konfigurátor, konfigurációs fájl, mint látható LTC per sysconfig eddig még csak-csak oké, okay. Red Hat eladta Network Scripts per valamiben, SUSE alatt a networkben, mind a kettőben ugyanolyan ifconfig és root, illetve ifconfig és ifroot névre hallgató egyedi fájlok írják le, azokat, ahova a interfészek konfigurálása szükséges paramétereket el kell helyezni. Megint csak mondom, természetesen egy tisztességes grafikus desktopon ne arra számítsál, neked kézzel ezt kell piszkálni, egy szerver esetben viszont van rá lényes. Na most, ami egy érdekesség, hogy mint látható, a Red Hat és SUSE irányban azt mondták, minden interfésznek saját config fájlja van, ifconfig kötője és magának az interfésznek a neve. Tehát, ha neked van ugyebár, már pedig van egy loopback interfészed, akkor van egy ifconfig low nevű fájlot. Ha van Ethernet interfészed, akkor lesz egy ifconfig kötőjel ETA0 nevű fájlot. Ha föl akarsz konfigurálni egy alternatív IT-t, hát akkor semmi gond, csináljál egy ifconfig kötőjel ETA02.1 nevű, tök ugyanolyan felépítésű fájlt, és ez a hagyományos, ugye virtuális interfész technológiával, őmat automatikusan fel is fogja konfigurálni. Na most, ugyebár az ifconfig fájlokban elég egyértelműen kitalálható, ide az ember a IP paramétereket, tehát ugye IP cím, net, mask, broadcast, egyéb paramétereket írja, míg a root, illetve hát az ifroot config fájlokban egyértelműen az adott interfész felkonfigurálása után beállítandó az útválasztásra vonatkozó, tehát ugye a routing paramétereket. Na most, ami egy érdekesség, említettem, hogy az új Fedorában kidobták az ETH0-át, mint hagyományos elnevezési konvenciót, és jött helyette valami más. Most a többi rendszerben általában azt a trükköt alkalmazzák, hogy valahol valamelyik, nem mindenki, nem mindenütt ugyanúgy oldja meg, de valamilyen rendszer közeli konfigurációs fájlban a telepítés során ugye felismeri a hálózati interfészeket. Na most ugye, mint említettem, a többi vannak, akkor ez a felismerés nem biztos, hogy egyértelmű, hogy minden újraindítás után ugyanúgy fogja, ugyanabban a sorrendben fogja a rendszer látni az interfészeket. Ezért aztán az történik, hogy általában valahova bedrótozzák azt, hogy jé, a telepítés során elsőként fölismertem, és ezért ETH0-nak hívtam, azt a hálózati interfészt, akinek az a megcíme, hogy. ETH1-ként, másodikként ismertem fel azt az interfészt, akinek az a megcíme, hogy. Azaz, normális körülmények között, mint említettem, már nem nagyon fogsz belefutni abba, hogy egy normál, közönséges gép kikapcs, bekapcs után az interfészek elmásznak. Ezt, mint látható, a SUSE-ban még tovább trükközték azzal, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy az interfész virtuális neve alapján, hanem az interfész megcíme alapján nevezik el a konfigurációs fájlt, amely konfigurációs fájlban ugyebár szerepel az, hogy ő milyen paraméterekkel húzza fel az adott interfészt. Azaz ebben ugye két következtetést lehet levonni, az egyik az triviális. Ha egyszer valahova bevési a rendszer azt, hogy ETH0-ként azt látom, akinek a megcíme 1-2-3-4-5-6, akkor egyértelműen, hogyha a gépben némi hardware csere következtében ez az interfész eltűnik a sünnyesztőben, akkor neked innentől nem lesz ETH0-át.
Na most egy tényleg klasszikusra tekinthető sima kártyacsere esetén, amikor hát eddig 100 megás háló volt, de végre kibírtuk fizetni azt az 1500 forintot a gigabit Ethernetre, ezért kikapod a kártyát és berakod az újat, akkor eléggé fájdalmas lesz, hogy ő nem ETH 0 lesz, hanem a rendszer ETH 52-ként föl fogja ismerni. Ebben az esetben nem tudsz mit csinálni, utána kell túrni, hogy az adott rendszer hol véste bevéljen, hogy az ETH 0 az, akinek 1-2-3-4-5-6 a MAC címe. Nagy eséllyel az itt mostanában csak nagyon érintőlegesen tárgyalt UDEV nevű keretrendszerbe kell beletúrni, és ott lehet ezt a hozzáragasztást, mint olyat megszüntetni, illetve megmagyarázni. Ne haragudj, tudom, hogy te most 52-es interfészként láttad, de mivel nullás már nincs, mi lenne, ha mégis inkább ezt látnád nullásnak. Nem mondom, hogy túl bonyolult, nem triviális, de relatíve, ha megtalálja az ember, akkor könnyen megoldható. A másik fele, hogy mint mondtam, ugye van olyan disztribúció, ami magának az interfészeknek a konfigurálását és a MAC cím alapú config file-ba teszi. Nyilván az előző esetben ez ugye megint ugyanazt a problémát okozza, hogy beraktál ugye egy interfészt, ő ugyan már ETH0-ként jelenik meg, de hát mivel nem stimmel a MAC cím, innentől kezdve persze az interfész felkonfigurálása sem hajtódik végre. Ezért aztán ugye tipikusan egy ilyen jellegű hardware cserénél ezt előtte erőteljesen javasolt végig gondolni, tehát amíg még ott van a kártya, addig mondjuk kérdezz le IP-link parancs, vagy mint említettem, az ifconfig is képes kiírni, hogy mi annak a kártyának a MAC címe, akit éppen kihajintani óhajtasz, tehát mi legyen az a cím, amit majd itt ott a környezet, ebben a halom konfigurációs fájlban valahol majd meg kell találnod, esetleg át kell építened. Technikailag egyébként baromi egyszerű, berakom az új kártyát, IP-linken látom, hogy mi az ő MAC címe, és csak annyi lenne a dolgom, hogy az ifconfig régi MAC címet átnevezem ifconfig új MAC címnek. És már is ő lesz fölkonfigurálva, csak mondjuk aki erre nem számít, vagy nem tudja, az kicsit nehézkesen mozog, ha ez az egyetlen hálózati kijárata volt, és meg kéne találni a dokumentációt, hogy merre induljak el. Úgyhogy nem mondom, hogy nagyon nagy gáz, tudni kell róla. Na, hát akkor Debian, illetve Ubuntu konfiguráció, mint említettem, RTC Network Interfaces. Autoló, elég egyértelmű, a Low névre hallgató hálózati interfészt óhajtanánk felkonfigurálni. Ő a Low interface lesz, akinek a hálózati fölkonfigurálása, ugye az INET, ugye az IPv4-es konfigurálást írja elő, az azt eredményez, hogy lesz szíves a loopback interface, bocsánat, a loopback címet fölkonfigurálni. Ennek konkrétan az lesz az eredménye, hogy a low névre hallgató interfész meg fogja kapni a 100.0.1-es IP címet. Ezt konkrétan kizárólag azért írtam ide, hogyha valami csoda folytán félkábultan ezt kitörlöd valamikor egyszer az életben, akkor tudjad, hogy ott kell visszaírni. Ehhez normál körülmények között az életben nem kell hozzányúlni. Ez így, ahogy van, jó, és ne akart bántani. A folytatás az természetesen már az a kategória, amit akarhatsz bántani. Az egyéb hálózati interfészek, nagyon leegyszerűsítve, nyugodtan lehet azt mondani, hogy amilyen sorrendben fölvetted az interfészeket, abban a sorrendben fogja konfigurálni. Tehát ez mindenféle trükkösebb, ilyen bonding interfészek és egyebek kapcsán lehet érdekes. A lényeg tehát, hogy jön a következő autó, ETH0, ugye? ETH0 interfészt is óhajtanánk konfigurálni. Interfész ETH0, INET, STATIC. Szerintem minden világos belőle. Szintén IPv4-es konfigurációt írok elő, méghozzá statikusat. Statikus, tehát én most meg fogom adni a paramétereit. Most félreértés ne essék, nem kötelező, sőt van is olyan helyzet, amikor egy ilyen statikus konfigurációnál nem állítom be a hálózati paramétereket, de mondjuk ugye jelenleg éppen arról beszélünk, hogy ezt hogy kell megcsinálni, tehát természetszerűleg folytatódnak a paraméterekkel az adott bejegyzés sorai. Ezek kivételesen tényleg így több sorban állva szoktak szerepelni. Azaz, miután megmondom, hogy melyik interfészt hogyan konfigurálom, tehát ugye ő egy statikusan az itt megadott paraméterekkel konfigurálható valami lesz, utána megadom a paramétereit. Úgy gondolom, hogy az address és netmask szó ugye
és az ezzel kapcsolatos sor már elhangényel magyarázatot. A gateway, ez ugyebár az a bizonyos routing beállítása, ezen az interfészen keresztül eléri ezt az IT címet, és egy eddig a korábbiakban egyébként nem szereplő paraméter, a DNS kötőjel kezdetű, amivel meg mellékesen azt mondom, hogy a név feloldás során azon IP címek azok, akikre rá lehet kérdezni, hogyha szükségem van arra, hogy bocs, ennek az IP címnek mi a neve, illetve ehhez a névhez milyen IP cím tartozik. Na most! Nyilvánvalóan, ha több hálózati interfészem van, hát akkor mindegyiket ugyanilyen auto interfésznél, inner interfésznél paraméterek formában kell. Dinamikus esetén megdöbbentő módon nem állítom be ezt mind, hanem csak közlöm, hogy ő dinamikus, és ettől ő majd magától rá fog jönni, hogy el kell indítani a DHCP client-et. Na most, Red Hat esetén, mint említettem, ugye a konfiguráció az etc sysconfig per network könyvtárban található szöveges fájlokkal történik, ahány interfészed van mindegyiknek saját fájlja. Mint látható itt, úgy, nagyjából ugyanazok az információk vannak, kicsit más formában, kicsit ömlesztve. Hogy azt mondja, az, aki ifconfig rth0 nevű fájl esetén, úgy hívjuk, hogy rth0, azt a következő módon óhajtom fel konfigurálni. Bootkor lesz szíves beállítani, ez a unboot yes, méghozzá a következő paramétereknek megfelelően, csak szépen leírom, hogy ő az ilyen és ilyen hálózatba tartozik, és mellékesen az IP címe az, hogy. Na most a bootproton non, az technikailag a statik beállítást akarja. Még a következő példával lelő bootproton DHCP, meg ugye a dinamikus konfiguráció esetén megadandó konfigurációs sorok, illetve paraméterek megadási módját mutat. Na most, jelen pillanatban ugye ez egy kicsit ilyen értelemben nem szép ábra, jobb lett volna őszintén szóval ezt két külön interfészre szétvágni, hogy világos legyen, tehát ebben a konfigurációs fájlban éppen én most két interfész konfigurációs beállítást mutatok, ugye a felső két sor, a device és network, vagy mi az Isten, netmask kezdetű sor, az egy statikus beállítás, még a harmadik sor szintén rth0 kezdetű device sor, az meg egy dinamikus beállításnak a kézi bekonfigurálását jelzi. Magyarul, ha az itt látható első két sor van, akkor ő gyárilag fel fogja húzni a 10.0.1.27-es címre, míg ha a harmadik sor, akkor fel fogja konfigurálni arra, hogy bootkor automatikusan felkonfigurálja, hogy a DHCP kliens meg kapja meg a paraméter. Na most, a másik a routing, ugyebár ugyanúgy a fájl nevében benne, hogy melyik interfész konfigurálása során fogja ő ezeket a routing beállításokat végrehajtani, mint látható, itt két különböző formában is megadható. Egyelőre nem tudom, hogy van-e ilyen preferencia, hogy vagy így jobb, vagy úgy jobb. Tudtam, hogy mind a két forma használható. Azaz, hasonlóan az előzőhöz ilyen változó értékadással adod meg, hogy erre a routingot úgy kell konfigurálni, hogy azaz, ugye a 10.0.1-es gépen keresztül kell elérni a 192.168.10-es hálózat összes elemét, vagy megteheted úgy, hogy konkrétan azokat a parancsokat írod oda, csak éppen az IP root részét kihagyod, amivel te technikailag kézzel felkonfigurálhatod az adott routingot. Azaz, ha te a root parancsot használtad, akkor talán egy fokkal triviálisabb az első forma, ha eleve az IP root parancsot használtad, akkor lényegesen logikusabb a második forma. Na most, ugyanez slash alatt hasonló, etc sysconfig network per ifconfig fájlokba, bootproto static, IP cím, bootproto DHCP,
ugye a statikus, illetve a dinamikus hálózati konfiguráció beállítása, és jól emlékszem, ugye van még egy IP route, na ez egy kicsit nehezen emészthető, ezt sajnos nem tudtam úgy, hogy látható is legyen és értelmezhető is, tehát kivételesen felhasználtam ebben a szlájdban azt, ami ugye a parancssorban egyébként egy elhangzott jellemző dolog, hogy ha a parancssor túl hosszú, akkor a parancssort tördelheted oly módon, hogy a lehető legutolsó karakterként megépelsz egy backslash-t. Majd a backslash után mindenféle egyéb nélkül nyomsz egy entert. Ez a kombináció, hogy backslash plusz enter, az a shell számára azt jelenti, hogy elnézést, a folytatás a következő sorban. Azaz én itt ezzel most jeleztem, hogy igazság szerint a kereszt kezdetű, meg a mögötte, meg az azt követő, az egy darab sor kellene, hogy legyen, és az itt látható sorrendben, egyébként az hál' Istennek a gyári config file-ban is benne van, a itt látható paramétereket kell megadni ahhoz, hogy te az ilyen nevű interfészhez kapcsolódó routing beállításokat bekonfigurál automatikussá. Azaz, meg kell adnod azt a paramétert kötelezően, hogy ugye bár mit akarsz te elérni, ugye egy host IP cím, egy network cím, egy default szócska. Ki a gateway, akin keresztül őt el akarod érni, és ugye bár a network routing esetén egyértelmű, a többi esetén meg leginkább a kit érdekel kategória, ugye az, hogy mi a netmask, mint látható, ugye megadható mindkét formában, akár ugye a hagyományos netmask formában, akár a per 16 formájú úgynevezett prefix formátumban, és végül ugye kötelező megadandó paraméterként ugye mellékes az, hogy bocs, ez melyik interfészre is vonatkozik, akin keresztül majd ez a bizonyos routing érvényre jut. Azzal, hogy a RTC Network Interfaces, vagy RTC Sysconfig per Network izé kezdetű könyvtár struktúrában ezeket a szöveges fájlokat te átírod, ezzel gyakorlatilag közölted a rendszerre, hogy ezt követő rendszer indítástól ezek a paraméterek legyenek érvényben. Véleértés ne essék, ezeket a paramétereket futtában persze ugyanúgy átkonfigurálhatod, csak persze addig, ameddig a fájlokhoz nem nyúlsz, addig minden újra bútolásnál visszaáll az itt beállított dolgokra. Azaz, mondjuk egy szerver környezetben, ha emlékeztek rá, itt a telepítés során annyi volt, jé, van interfész, jé, van internet, kész, elintézte. Ez ugye köszönhető volt annak, hogy van valahol a drót túlsó végén egy DHCP szerver. Azaz nyilván, hogyha a telepítés pillanatában az összes hálózati interfész benn van a gépben, minden hálózati interfész egy olyan hálózatolog, ahol van DHCP, akkor neked körülbelül ennyit jelentett a hálózati konfigurás, hogy föl kellett telepíteni a gépet. De ugye egyrészt vannak helyek, ahol a DHCP-t nem szeretik, vannak emberek, akik a szervereken nem szeretik, ha DHCP-znek. Harmadrészt azért az elő-elő tud fordulni, hogy egy gép utólag kap még két hálózati interfészt, tehát legalábbis nem baj, ha tudsz róla, hogy ezeket a hálózati paramétereket hogyan kell átállítani. Nyilván az egy viszonylag jó megoldás, hogy oké, összerakom a gépet, kisakkozom, hogy jó-e. Kézzel megcsinálom a konfigurációt, és amennyiben a konfiguráció jó, na akkor kézzel átírom a config fájlokat. Természetesen az is egy lehetőség, hogy én bátor vagyok, bízok magamban. Gép kikapcsolása előtt átírom a konfigot, kikapcsolom a gépet, berakom az új hálókártyát, bekapcsolom, és minden működik. De nem 100%. Tehát nem baj, ha tudsz róla, és nem baj, ha eldöntöd, hogy neked mi a szimpatikus megoldás. Most, és akkor így a vége felé haladván, már nem sok van hátra, de ahhoz, hogy a gépek a hálózaton kommunikáljanak, még valamire szükség van. Jellemző módon hány olyan ember van itt, aki mondjuk fejből tud 5 ő általa használt, de nem a saját fennhatósága alá tartozó szerver IP címét. Tehát aki indexet néz, az szokta tudni az index IP címét. Aki a stop.hu-ra megy föl, az szokta tudni az IP címét. Nyilván nem.
Az természetesen előfordulhat, hogy a saját környezetünkben néhány nem hozzánk tartozó, de fontosabb komponensről tudjuk, hogy amúgy mi Mici Vackónak hívjuk, de az IP címe az hogy. Na most, magyarul névfeloldás. Ezen a tanfolyamon a név szerver konfigurálásról nem lesz szó. Szép történet, nem túl bonyolult egyébként, ha az ember a működését megérti. Szigorúan csak az, hogy te kliensként hogy tudsz névfeloldást konfigurálni. Jellemzője a következő. Annó a hagyományos megoldás az volt, hogy az általad elérendő gépek név IP cím információt IP cím szóköz, név szóköz, név szóköz, név formátumban fölvetted a per RPC-ben hosszba. Hátulütője elég egyértelmű, néhány száz gépnél azért ezt aktualizálni már azért fájdalmas. Annó egyébként az internet hőskorában azt mondták, hogy akkor szakunk le erről, hogy az egész internet név IP cím táblázatát egy ilyen szöveges fájlba tároljunk, amikor valamilyen okos ember azt mondta, hogy ha megnézzük a jelenlegi hálózati sebességet, azt, hogy milyen tempóval, sűrűséggel módosul ez az adatbázis, akkor gyakorlatilag levonhatjuk azt a következtetést, hogy mikor én elkezdem a letöltést, akkor még aktuális, mire hozzám elér, addigra elavul. Akkor időszerű lenne váltani. Na most, hát az egyik lokális hálózatokon elég sokáig használt mechanizmus volt, amit úgy hívtak, hogy Yellow Pages, hivatalos nevén NIS, Network Information Services. Érdekes jószág volt, de nem nagyon tűrte a túl nagy gépszámú hálózatot. Ezt némileg továbbfejlesztették, ebből lett a NIS Plus, ez a kettő, majd, hogy nem egyértelműen gyakorlatilag kihalt. Jellemzően be lehet konfigurálni olyasmit, tudom én, egy SQL szervertől kérjük az adatokat. Nem azt mondom, hogy jellemző, de előfordul. Előfordulhat, hogy egy LDAP szervertől, vagy egyéb címtárszolgáltatótól, de lássuk be, névfeloldás az gyakorlatilag majdnem egyértelműen DNS protokollt, és DNS szervert jelent. Na most a Linux meglehetősen rugalmasan azt mondta, hogy amit óhajtasz, ha akarod, akkor ezekből mindegyiket. Egy általad kiválasztott sorrendben. Tehát kezd az, hogy megnézed lokálisan, ha nem nyert, akkor menj a NIS szerverre, ha nem ment, akkor menjél a címtárhoz, ha sem nyert, na jó, és akkor nézd meg a DNS-ben. Ezt mind be lehet állítani, nyilván egy jó, tisztességes hálózati zűrzavarnál rohadtul lelassul minden. Ez persze benne van. Tehát általában sokkal jellemzőbb az, hogy két ilyen úgynevezett címfordítási vagy névfordítási forrás szoktak beállítani, a DNS-t és a lokális host file-t. Lokális host file-ról annyit, hogy józan paraszt észre elmondható, ebbe egy dolog legyen.